Ami eddig hosszadalmas adminisztrációt igényelt, az most csak egy pár kattintással elintézhető. A kormányablakokban kialakított MIA pontok érintőképernyős eszközein könnyen, gyorsan, ügyintézői beavatkozás és sorbanállás nélkül lehet meghatározott ügyeket elektronikusan intézni. Hogyha példát szeretnék rá mondani, akkor olyan, mint egy bankautomata, vagy hasonló, illetve hát a nagyobb áruházakban van ilyen önkiszolgáló fizetési lehetőség, azokhoz az automatákhoz hasonló ez a készülék. Valójában a kormányablakokban kerültek ezek elhelyezésre, és segítik a ügyfeleknek is, és az ügyintézőknek is az ügyintézést. Meghatározott ügyszakokban 10 féle ügyet lehet ezeken a pontokon intézni. Ezek között van például a vezetői engedély, a személyigazolvány pótlása, gépjárműügyek, anyakönyvi kivonat és erkölcsi bizonyítvány igénylése is. A Tolna megyében működő kormányablakok közül 9 olyan teljesít szolgálatot, ahol az állampolgárok hasznát vehetik a berendezésnek. Részben Európai Uniós forrásból, részben pedig központi költségvetésből valósult meg ez a beruházás, és gyakorlatilag a 10 év óta kiválóan működő kormányablakoknak a munkáját teszi könnyebbé, illetve magas színvonalú ügyintézést eredményez részben az ügyfeleknek, mint pedig említettem már, hogy az ügyintézőknek is ez kedvező. Az országban jelenleg több mint 300 kormányablakban már működnek a mesterséges intelligencia asszisztensek, segítve és gyorsítva az ügyintézést.